Madlovics Bálint és Magyar Bálint egy tanulmányáról fogom kérdezni vendégünket, Nagy Ervint, a 21. század intézet vezető elemzőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Ugye az imént felsorolt urak a CEU kutatói, és ők írtak egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Magyarország egy maffia államként működik az EU perifériáján, és nagyon érdekes megfogalmazásokat is lehet találni benne. Maga az egész tanulmány egyébként angol nyelven érhető el, de van azért egy-két magyar nagyon rövid összefoglaló, akit érdekel és magyarul szeretné megtalálni, az szerintem megfogja. Először is egy-két ilyen dolgot szeretnék kérni, hogy például a patronális autokrácia, amelynek ők bélyegzik most Magyarországot, az mit jelent, mint politológus tud kezdeni valamit ezzel a fogalommal? Az elmúlt években sokszor olvastunk olyan tanulmányokat, amelyekben kísérletet tesznek a szerzők, akár politika-filozófiai, akár politológiai szempontból arra, hogy megértsék, illetve megértessék azt a rendszert, amiben most élünk. Ugyanis 13 éve egy olyan demokratikus körülmények között működik az ország, ami a posztkommunizmushoz képest újszerű. Ennek a megértése nyilvánvalóan új fogalmakat kíván. Ezek a fogalmak, amelyeket most olvashatunk, és legtöbb ugye a politikai szándékból íródik, és az autokrácia kifejezést is használja, az mind-mind arra utal, hogy van egy olyan olvasata az Orbán rendszernek, főleg a balliberális elemzők, vagy akár politikai motivált csoportok körében, hogy a magyar demokráciát leminősítsék, vagy egyszerűen nem demokratikus viszonyokat próbáljanak beleláttatni abba, amiben élünk. A demokrácia fogalmából indulunk ki, az nyilvánvalóan a többség elvét jelenti, és ennek Magyarország megfelel. Ám nem a liberális értékekkel tölti fel az Orbán kormány ezt a demokráciát, hanem megpróbál olyan közösségi értékeket is, akár alkotmányosan, akár anyagilag támogatva, gondolok itt a család fogalmára, vagy a nemzeti összetartozás fogalmára, a határon túli magyaroknak a támogatására, ami túlmutat a liberális értékeken. És hát ekkor az Orbán kormány ellenfelei keresik azokat a fogalmakat, amivel megpróbálják lejáratni vagy degradálni ezt a demokráciát, és el kell, hogy ismerjék, tehát az ellenfelek is elismerik azt, hogy ez egy sikeres politika, annyiban mindenképpen, hogy azért 13 éve társadalmi többség van mögötte, ezt a választások is bizonyítják, illetve hát a népszavazási kezdeményezések, a különböző nemzeti konzultációk és más egyéb csatornákon azért az folyamatosan megerősítésre kerül, hogy azok a politikai nézetek, célok, amelyeket az Orbán kormány megfogalmaz, és amelyek eltérnek a progresszív, liberális mainstreamtől, ami az Európai Unió tagországaiban előtérben vannak, azok sikeresek, hisz a magyar társadalom többsége egyetért velük, ezáltal sikeresnek mondhatóak azok számára is, akik nem értenek vele egyet. Tehát a politikus fokmérője mégiscsak ez. És ha keresik a fogalmakat, itt is egy ilyen fogalommal találkozhatunk. Itt a szerzők megpróbálják politikailag motiváltan az autokráciát hangsúlyozni, tehát a demokráciával szembeni tekintélyelvűséget, rendpártiságot megpróbálják kiemelni. És hát itt van egy filozófiai vita, hogy mit értünk autokrácián. Nyilvánvalóan a szerzőpáros ebben a tanulmányban a demokrácia ellentétét próbálja megfogalmazni, de hát ez a fogalom sok minden mást is jelent, gondoljunk bele, hogy a nevelésben, a családjogi kérdésekben és más egyéb közösségi helyzetekben az autokrácia az nem feltétlenül egy rossz fogalom, sőt az autokrácia gondoskodással együtt jár, akkor egy olyan vallási fogalomról beszélünk, ami pozitív, kicsengésű is lehet, de erre a tanulmányra visszatérve ez egy politikailag motivált fogalom, ami megpróbálja a sikert egy olyan kontextusba helyezni, egy kritikai kontextusba helyezni, amivel a demokratikus voltát megkérdőjelezi.
És ugye próbálják Magyarországot elhelyezni a nemzetközi szintéren, úgy fogalmaznak például, hogy a nyugat és kelet közötti hídszerep az válságban van, amelyet ugye Orbán Viktor utólagosan próbál fenntartani, és arról is beszélnek ebben az írásban, hogy Oroszországgal kapcsolatban egy pozitív, stigmatizáló narratívát használ a kormány, míg Ukrajnát pedig tehát hogy a nemzetközi szintéren is rossz színben tünteti fel, ukrán ellenes kampányt folytat. Na, erről mit gondol? Igen, itt azért külön kell választani azt, hogy mit mond a kormány, és mit mond a társadalmi többség, vagy mit mond esetleg a sajtó. Én a kormány részéről nem láttam ilyen ukrán ellenes kampányt. Egy kérdésben vannak nagyon komoly viták, és a kormány részéről nagyon erős kritikák Ukrajna felé, ez pedig a magyar kisebbségnek a helyzete. Mást ezen kívül a magyar kormány nem mondott, nem állított a háború szempontjából sem, sőt a békepárti javaslatnak is a második mondata az úgy kezdődik, hogy elítélik az orosz agressziót, és megerősítik Ukrajnának a védekezéshez való jogát. Tehát ez van a békepárti javaslatban, amit a Fidesz-KDNP pártszövetségben nyújtott, és az ellenzék nem szavazott meg. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy kicsit erőltetett, és mindenképpen politikai vádaskodás, amikor azt állítják, hogy ukrán kritika úgy általában a háborúval kapcsolatosan megjelenne. A kritika, ami van, az nem a háborúval kapcsolatos, hanem a magyar kisebbségnek a helyzetével. Itt a nyelvtörvény, illetve az oktatási törvényben lévő kitételek, amik egyáltalán nem felelnek meg az Európai Uniós elvárásoknak, és ezért is furcsa, hogy ezt egyelőre nem kéri számon az Európai Bizottság Ukrajnával, Ukrajnán, hogy gyakorlatilag a kisebbségek, hát nyilvánvalóan Ukrajna az orosz kisebbségeket akarta leginkább ezzel korlátozni, de hát ebbe beleestek a magyar kisebbségek is. Az, hogy nem lehet anyanyelven tanulni egy bizonyos koron felül, az, hogy nem lehet nyelvi autonómiát használni a közigazgatásban, ezek mind-mind olyan komoly hiányosságok, amiben egy olyan kormány, ami a nemzeti összetartozást hirdeti, tehát a határon túli magyarokkal való együvé tartozást próbálja megerősíteni, úgy a kötelessége és elvárás is tőle a választópolgárok részére, hogy megfogalmazza a kemény kritikáit és próbálja megváltoztatni az ukrán álláspontot. Megjegyzem, a választási ígéretükben is ez volt, tehát a Fidesz-KDNP pártszövetség, amikor nemzeti összetartozásról beszél, minden egyes választáskor azt ígérte, hogy fel fog lépni a magyar kisebbségek jogfosztása ellen. Tehát ilyenkor, amikor a kormány ezt a kritikáját megfogalmazza, végül is a saját krédójának és a saját választópolgárjának is megfelel, illetve hát nyilvánvalóan ez egy vita tárgya, a globalisták szerint ez nem olyan fontos, a lokalista gondolkodásban pedig ez egy helyes és fontos kitétel és egy fontos eljárás a kormány részéről. Ugye a tanulmányban arra következtetésre jutnak, hogy Magyarország nem a nyugati blokkból halad kelet irányba, hanem az EU perifériáján kíván hosszú távon maffia államként fent maradni. Hát ez a maffia államra szerintem sokan felkapják a fejüket, vagy hát ez egy olyan szó, ami olyan meghökkentő és megdöbbentő egy ilyen tanulmányban. Mit gondol erről, egyáltalán használják a politológusok ezt a fogalmat? Nem használják, és nem is akarom mondjuk száraz tudományos politológiai fogalmakkal fárasztani a kedves hallgatókat, de azt azért látni kell, hogy az utóbbi időben ezt a hibrid rendszert kezdték el leginkább alkalmazni kritikaként a magyar politikai viszonyokkal szemben, vagy mondhatni azt is, hogy nemzeti együttműködési rendszerre. Ez a hibrid rendszer az ő értelmezésük szerint azt jelenti, hogy valahol a demokrácia és az autokrácia között húzódik, de ez egy politikailag motivált fogalom, értelmezhető és vitatható, mint ahogy egyébként a társadalom filozófiában, a társadalom politikában, a társadalom tudományok esetében nem exakt fogalmakkal dolgozunk, tehát próbálunk számszerűsíteni, nyilvánvalóan a szociológia is azért született, hogy számszerűsítse a társadalmi folyamatokat, de hát amikor fogalmakról beszélünk és vitatkozunk, akkor azok sokszor politikailag motivált, szubjektív fogalmak, és a hibrid rendszerrel kapcsolatosan megjelent tanulmányok is ezt mutatják. A maffia állam viszont teljes mértékben értelmezhetetlen, és szerintem nem is lehet a vita tárgya. Tehát az, hogy hibrid rendszer a magyar politikai berendezkedés, én azt vitatom, de az egy vita alap, hogy erről beszélgessünk. Az viszont, hogy egy magát politológusnak vagy politika tudósnak állító
személy vagy tanulmány azt mondja, hogy maffiállam, ez a publicisztikának a világa, ez tudományosan értelmezhetetlen. Nyilvánvalóan arra akarnak utalni a szerzők, hogy valami fajta rendszer szintű korrupció folyik Magyarországon, holott erre. Én a tanulmányban nem sok bizonyítékot láttam, persze azokat felemlegetik, amelyeket a sajtóban is sokszor olvasunk, vagy megismétlik az ellenzéki pártoknak a vádjait, tehát gyakorlatilag azokat látjuk visszatükröződni ebben az írásban. De ugyanakkor, hogyha megnézzük a tényeket, és megnézzük az Olafnak a jelentéseit, akkor Magyarország nem áll rosszul, sőt, a középmezőnél talán kicsit feljebb, és a kivizsgált esetekben pedig jóval feljebb áll. Ugye ez a korrupció mérhetetlen dolog, vannak rá módszerek, meg megpróbálják valahogy azért ezt belülni, de amikor arról beszélünk, hogy nemzetközi sztenderdeket próbálunk vizsgálni, és hát nem politikai motiváltak, akkor az Olafhoz fordulhatunk, és akkor ott azt látjuk, hogy 60-70%-ban az Olaf által kifogásolt dolgokat Magyarországon is vizsgálta az ügyészség. Ez máshol Európában 50% körül van az átlag, vannak ennél sokkal rosszabb mutatók, tehát mi átlagon felül vizsgáljuk ki az Olaf által jelzett problémákat, de ez a korrupció, ez vita, ez politikai vita. A maffia állam az értelmezhetetlen, ezt én publicisztikai kilengésnek tartom, politikailag motivált fogalomnak tartom. Azon kívül az viszont egy másik, amit ön is említett még, és az, erről azért érdemes vitázni, hogy Magyarország mennyire tudja betölteni a híd szerepét nyugat és kelet között. Ez egy legitim vita, ezt lehet akár tudományosan, akár politikailag is feldolgozni, és hát nyilvánvalóan itt vannak is olyan változások, ami el kell gondolkodni, de az, hogy maffiállam lenne, ez még egyszer mondom, ez értelmezhetetlen, ez politikailag motivált vádaskodás csupán. Ugye ez alatt a fogalom alatt nem is csak arra gondolnak, hogy korrupció van Magyarországon, hanem ahogy én láttam, azt állítják, hogy maga a NER bűnszervezetszerűen működik, és ezt azzal támasztják alá, hogy egyrészt igyekszik vagyont felhalmozni a tagjai számára, ugye itt mondjuk a korrupciós vád nyilván állhat, mint érv, és a másik pedig, hogy megpróbálja biztosítani a tagjainak a büntethetetlenséget, hatástalanítva a kontrollmechanizmusokat. Tehát, hogy azt mondja, hogy ez a maffiállam azért, tehát, hogy azért maffiállam, mert bűnszervezetszerűen működtetik magát a kormányzatot. Ez egy nagyon komoly vád. Igen, de ezeket a vádakat én azt hiszem, hogy hallottuk legutóbb a Jobbik elnökétől is, illetve Gyurcsány Ferenctől évek óta. Néha más pártoktól is halljuk, de Gyurcsány Ferenc ebben élen jár, hogy ezt újra és újra felveti, és való igaz az, hogy a maffia szó az erre utal, és hát a korrupció az itt egy nagyon komoly vita, de ezt szerintem előbb erről beszéltem, és ezt nagyjából be is jártuk. Az pedig, hogy büntethetetlenség lenne, azt több tény is bizonyítja, hogy nem igaz, hogy nem állja meg a helyét. Hát gondoljunk bele, hogy azért kormányzati szintig is, akár a Völder ügyre gondolok, azért elértek azok a vizsgálatok, amik fontosak voltak. Tehát én azt látom, hogy van következmények az, hogyha valaki a jobb oldalon elkövet akár korrupciós, akár vélelmezett korrupciós vádat, ugye itt vélelmezettekről is szó van, sőt igazából akkor járunk el helyesen, hogy ameddig nincsen bírósági ítélet, addig megalapozott vádról és vélelmezett bűncselekményről beszélünk, tehát ha már megalapozottak a vádak, akkor kicsit bátrabban is szólhatunk. Én láttam következményeket a jobb oldalon, parlamenti képviselők esetében is, akik nem indulhattak, vagy eljárás van ellenük a kormányzati szereplők részéről is. Úgyhogy ezt nagyon sokféleképpen lehet cáfolni, hogy ez nem így van. Az pedig, hogy vagyonfelhalmozás van, vagy nincs. Én azt hiszem, hogy az, hogy Magyarországon egy tőkés csoport felállt, és ez azért a rendszerváltoztatás óta egy nagy hiánya volt a magyar gazdaságnak. Gondolok itt arra, hogy vannak stratégiai ágazatok, azzal szerintem alapvetően nincs baj. Itt azt lehet vitatni, és nyilvánvalóan ez a probléma, hogy ezt melyik kormány volt képes létrehozni. A reformkorban is erről beszéltünk, amikor egy új tőkésréteg felállt. Most is arra volt szükség, és arra van szükség, hogy magyar vállalkozók legyenek azok, akik munkát adnak Magyarországon, és Magyarországon adóznak.
Hogyha ez nem korrupt módon történik, akkor ez szerintem helyes. Ez egy lokálpatrióta politika, ami ráadásul nem tetszik az Európai Uniónak, mert nyilvánvalóan, vagy hát az Európai Unió bizottságának, illetve nagyon sok tagországnak, így fontos, nagyon sok tagország is szeretne itt tulajdonhoz jutni. És hát itt azért van egy történelmi hiányosság is. A rendszerváltoztatás után megérkezett a nemzetközi nagy tőke, megérkeztek a külföldi tőkések, befektettek, voltak olyan területek, ahol felvásároltak és megszüntették akár az élelmiszerfeldolgozás területén az itt lévő értékes gyárakat. Én azt hiszem, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogyha egy kormány azért harcol, hogy legyen egy magyar tőkés osztály. Itt nyilván azon lehet vitatkozni, hogy melyik kormánynak sikerül ezt elérni, vagy melyik akarja ezt egyáltalán megtenni. Egyébként ezt máshol is teszik. Tehát mondjuk Franciaországban elképzelhetetlen lenne, hogy stratégiai ágazatokba, akár az energiaszektorba, közlekedés szektorba olyan külföldi cégek kerüljenek előnybe, amelyek nem Franciaországon működnek. Tehát én itt inkább egy olyan lokálpatrióta gazdaságpolitikát látok, ahol sokszor az unióval azért is kerül szembe a magyar kormány, vagy az unió egyes intézményeivel, mert próbálja helyzetbe hozni a magyar vállalkozásokat. Független attól, hogy most jobboldaliak vagy baloldaliak, ezen persze lehet vitatkozni, de én ezt tudatosnak és helyesnek tartom. Néha ugye azon gondolkozunk, akár itt a rádióban is, meg megkérdezzük vendégeinket is, hogy miért olyan a Magyarországnak a sajtója külföldön, amilyen, és nem tudom, hogy mit gondol erről, de amikor én láttam, hogy a CEU Demokrácia Intézetének két kutatója írt egy ilyen tanulmányt, ráadásul, ahogy említettem is az elején, a nagy része ugye angol nyelven íródott, tehát úgy tűnik nem a magyar közönségnek szánták elsősorban, és azért azt még mondjuk el, hogy Magyar Bálint ugye volt oktatási miniszter, volt Magyarországon az SZDSZ-nek az alapító tagja, tehát nem is, tehát hogy azért egy fajsúlyos személynek tekinthető. Ezek a fajta, ön többször használta azt, hogy politikailag vannak ezek a politikailag motivált mondatok, kifejezések szerepelnek benne, meg publicisztikai túlzás, stb. De ez egy kutatási anyagként, egy tanulmányként van eladva, úgymond angolul tudó emberek számára, gondolom, hogy a külföld, a Nyugat-Európát célozzák meg ezekkel az anyagokkal. De egyértelműen ez az egyik cél, mert az ellenzéki, tehát maga a pártok, maga az ellenzéki pártok és az ellenzéki csoportok, akár legyenek azok értelmiségi vagy kutatóintézetek, most úgy érzik, és talán ez régebbre is visszamegy, de most kifejezetten úgy érzik, hogy belülről nem tudják megnyerni a választásokat, vagy a választópolgárok bizalmát. Tehát idehaza nem tudnak nyerni, és hát emiatt megpróbálják külföldön megnyerni a választásokat, ha kell akkor maguk mellé állítani hasonlóan gondolkodó politikai csoportokat, akár pénzügyi, akár politikai támogatásokat is elfogadni. Igen, hát én nem gondoltam, hogy Magyar Bálint nevét külön ki kell emelni, de amikor arról beszéltem, hogy politikailag motivált tanulmányról van szó, akkor politikailag motivált személyek is ennek a tanulmánynak a szerzői. Magyar Bálint, amióta nem főpolgármester, azóta vagy Berlinben él, vagy itthon él, de mindig is a leghangosabb kritikusa volt a Orbán kormánynak. Rengeteg interjút adott Németországban az ottani német sajtónak is. Ezek sokszor igaztalan vádakkal és politikailag elfogult véleményekkel voltak. Tele szíve joga hozzá egyébként, csak helyén kellene kezelni. Tehát amikor Magyar Bálint mond valamit, akkor azt valóban nem feltétlenül kell tudományos vagy politológiai keretbe illeszteni, bár a határvonal nagyon elhatódik, tehát még egyszer mondom, nem természettudományról van szó, ahol a számokkal és a természeti törvényekkel nem lehet vitatkozni, itt mindennel lehet vitatkozni, de persze a túlzások és persze azok az igaztalan vádok, amik tényszerűen cáfolhatóak, azért szerintem fontosak lennének etikailag is, tudományetikailag is, hogy betartsuk. Egyébként hozzáteszem, hogy maga ez a Demokrácia Intézet, ami a CEU-n működik, ez folyamatosan gyárt hasonló tanulmányokat. Én megnéztem egy pár ilyen tanulmányt, azért szerintem érdemes kihangsúlyozni, hogy itt található egy olyan tanulmány is, amit a
magyarországi LMBTQ szervezetek segítségével írtak meg, most is letölthető, ami arról szól, hogyan is miként kell az érzékenyítést megszervezni. Többek között a Labrisz Egyesülethez kötődik a szakmai anyagnak az elkészítése. Ez angol nyelven is, egy része magyar nyelven is elérhető. Ebből következik az, hogy a demokráciai intézet nem csak a demokratikus normákkal foglalkozik, hanem komoly politikai kérdésekben is állást foglal. És amikor komoly politikai állásfoglalásba mehet, és látjuk, hogy ez egy baloldali progresszív állásfoglalás, akkor ez természetes, hogy ő szembe kerül azzal a kormánnyal, amivel a gyermekvédelmi törvénnyel, a hagyományos családnak a védelmével, a családtámogatási rendszerrel egy egészen mást véleményt képvisel. Tehát helyén kell kezelni a CEU-nak a demokrácia intézményét is, és ezeket a tanulmányokat is. Ezek a politikai vita részei tudományos köntösben csomagolva, még akkor is, hogyha tényleg a politika tudomány és a tényleges politikai cselekvés között. Hát bízom benne, hogy külföldön is így tesznek, és a helyén kezelik ezeket. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és tudtunk erről beszélni. Egy picit Nagy Ervin, a 21. század intézet vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen!